nap egyik legfontosabb politikai híre, hogy feljelentést tesz az Együtt PM a jelentős adótartozást hátrahagyó több száz cég ügyében, amelyeket Seszták Miklós jelenlegi fejlesztési miniszter jogi közreműködésével alapították Kisvárdán. Költségvetési csalást gyanítanak, ezért aktivisták a Seszták ügyvédi iroda és cégtemető feliratot ragasztották ma a minisztérium névtáblájára. A tárca sajtófőnöke a leghatározottabban visszautasította a vádakat, szerinte az ellenzéki pártszövetség alaptalan rágalomhadjáratot folytat a miniszter ellen. Lassan, de megkötött a ragasztó a felirat alatt, amelyet az Együtt PM fogalmazott meg. Seszták Miklós ügyvédi iroda, cégtemetés, adóelkerülés, ez állt rajta. Az ellenzéki pártszövetség társelnöke a fejlesztési minisztérium előtt azt mondta, feljelentést tesznek a legfőbb ügyészségen, a jelentős köztartozást hátrahagyó kisvárdai cégek ügyében, amelyeket a jelenlegi fejlesztési miniszter jogi közreműködésével alapítottak több mint 10 éve. Költségvetési csalást gyanítanak. Költségvetési csalás az, hogyha valaki olyan módon cégeket hoz létre, hogy kizárólag mondjuk áfa visszatérítésből, vagy pedig bármilyen más költségvetési pénzek lenyúlására jön létre. Itt nagy a gyanú, hiszen ugyanazon telephelyre, ugyanazon személyek részvételével 600 céget alapítottak. Csütörtöktől, mióta az Index írta miniszter múltjáról, a lemondását követelik az ellenzéki pártok. Seszták még aznap elismerte az RTL híradóban, hogy közreműködött a cégek alapításánál, de azt nem mondta meg hánynál. Azt állította, nem követett el szabálytalanságot. Az ügyvédnek ilyenkor azt kell vizsgálni, hogy törvényesen az alakuláskor a személyek ott voltak-e, jelen voltak-e, ez volt a szándék, ez megtörtént, hogy onnantól kezdve a cégnek mi lett a sorsa, az azt gondolom, hogy súlytalan. A feketelista.hu 5 éve az 5. legnagyobb cégtemetőnek sorolta a kisvárdait, főleg ukrán és orosz tulajdonosok több mint 600 betéti társaságot alapítottak, ugyanazon a két címen. Sokat 2 éven belül megszüntettek, némelyik után több 100 000 forintos köztartozás maradt. A BT-kre azért volt szükség, hogy a tulajdonos be tudjon lépni egy MLM rendszerű nemzetközi értékesítési hálózatba. Legalábbis az egyik termékforgalmazó 2005-ben ezt nyilatkozta a Népszabadságnak, és azt is mondta, nincs abban rendkívüli, ha megszűnnek a cégek. Vannak olyan emberek, akik elkezdik a termékforgalmazást, aztán rájönnek, hogy mégsem akarják csinálni. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ma a leghatározottabban visszautasította a miniszter múltjával kapcsolatos vádakat. Szerintük az ellenzéki pártszövetség a tényeket kiforgató, alaptalan rágalomhadjáratot folytat. Nem felel meg a valóságnak, hogy a miniszter ügyvédi közreműködésével a 2000-es évek elején alapított cégek a költségvetést megkárosítva úgynevezett cégtemetőkben végezték volna. A cégalapításkori ügyvédi közreműködés nincs és nem is lehet összefüggésben egy gazdasági társaság későbbi működésével, áll a közleményükben. Amúgy a minisztérium biztonsági őrei először nem szedték le az Együtt PM feliratát, kijöttek, majd visszamentek, és hagyták, hogy a sajtó valamennyi munkatársa lefotózhassa. Néhány perccel később távolították el a szöveget.